Sziasztok! Hello! Sziasztok! Szia mindenki! Sziasztok! De jó, titeket Csá! Újra látni, Csá! Ha látnálak titeket. Én vezetek, én nem fogok oda nézni gyakran, jó? Ne, ezt nem is szabad. Majd mi beszélünk, többet beszélünk. Merre megyünk most? Nyáregyházára. Mit csinálunk ott? Fesztiválozunk, buli. Buli szamba. Éljen a fesztivál! Éljen a fesztivál! Éljen, 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 éljen! Igen. Toljuk. Közben azt szeretném jelezni, hogyha bárkinek kérdése lenne, ötlete, kívánság, akkor ne tartsátok magatokban, írjatok nekünk, jó? A nyáregyházi fesztiválról? Akár, de bármi másról. Jöhetnek a kérdések, a dicséretek, a rajongói levelek. Puszikák. És természetesen a kíméletlen kritika. Az nem, én olyat nem kérek. Nem, most ebéd után vagyunk, nem, most a dicséreteket kérjük. De én kérek, nekem jó, úgy jobb akkor, az emésztés. Jó, neki privátba írjátok meg, légy. Most csupa kedvességet szeretnénk kapni. Szívecskét küldjön már valaki, legyen olyan kedves. Szívecske van. Szívecskét kérjük szépen. Hagy szívecskét küldjön valaki. Aki az hagyjatok első szívet, aki az első szívet küldi. Az mit kap tőlünk? nem, arra kitalálunk akkor valamit. Szívecskét küldünk viszont. Cukiságot? Cukiságra vágyunk. Na srácok, meséljem. Hopp, ez egy lány. Ez nem egy szívecske. Szívecskét kérjük. Lány volt? Nem tudom, nem látom. Most a szívecske! Igen! Sokkal szívecske! Még egy! Szép volt, köszönjük! Ezt a szívecskét magamra vettem. Még egy! Akkor most már mindenkinek. Igen. Jutott. Akkor most már mindenkinek az anyukája bejelentkezett. Csak a... Ó, egy Ildi itt van! Baba, Bibi baba! Hello! Szia, Bibi baba! Hello, csokolom! Na srácok, arra szeretnélek kérni benneteket, hogy... szíveskedjetek. Miről adjunk információt? Fesztiválokról beszélgessünk egy picit. Volt-e olyan fesztivál, ami számotokra nagyon emlékezetes, és ha volt, akkor vajon melyik volt az, és miért emlékezetes? Mi volt benne olyan unikális, ami úgy megmaradt? De most miért hoztad fel a Volt fesztivált, Mari? Rögtön ezzel kezdtem. Beharangoztak. Nem is volt. Irányzatosan föltenni a kérdést. Nem is volt. Közben azt mondja, hogy Scherer Vanda ír, hogy imádnak a fiaink benneteket. Jaj, de cuker. Mi is szeretjük Köszi őket. Nagy pacsi a srácoknak, köszönjük Hello. Szépen. Mártától kaptunk színes szíveket, köszönjük szépen. És Antal Kinga üzenőt, sziasztok. Szia Kinga. Na, szóval, volt olyan fesztivál, igen, ami nagyon izgalmas volt valamiért, vagy úgy alakult, hogy hát a mostani fesztiválok azok izgalmasak voltak, lévén ugye. A produkció most megújult. Szia Móni! Bocsánat! Ó, Barang Mónika is itt van. Itt van a babuci. Hello! Szia Móni! Na, szóval izgalmasak voltak, mert ugye ez egy friss produkció, és... Gyuszi is nézi. Gyuszi, te ne nézd, te vezessél! Oda kell érdetek kipakolni, maradjál meg! Csibész Banda. Na, szóval jók voltak, izgalmasak voltak ezek a fesztiválok. Uh-huh. Az idei fesztiválok nagyon izgalmasak voltak, és kifejezetten jól éreztük magunkat. Most ugye Zuglóban játszottunk, ott volt egy ilyen nagy... Ez is egy fesztivál. Gasztrofesztivál. Igen, gasztrofesztivál, most is fesztiválra megyünk. Bocsáss meg, elnézős szabadba vágok. A Zuglói gasztrofesztiválon este Charlie koncert ingyen, úgyhogy menjetek, és amennyiben szeretnétek a Betesda gyermekkórházon segíteni, akkor pedig vegyetek közreműködői kajajegyet. Ez nem kerül sokba igazán, és azt hiszem, hogy a 25-30 féle kajából tudtok választani. Zseniális, szabadon készült, mármint hogy szabadban készített. Szabad tüzön, szabadban. Így van, nagyon finom kaják vannak, úgyhogy este menjetek ki a Charlie-ra, szerintem fantasztikus lesz. Jót fogtok kajálni, jó koncert lesz, és meg segítetek is a Betesda gyermekkórházon. Bocsánat, igen. Nem, ez nagyon jó, hogy elmondtad, mert igazából én is már felvezettem volna valahogy, de ez így professzionális volt. Falkó. Köszönöm szépen, meg is vagyok elégedve magammal. Köszönjük Falkónak. Kicsit kihúztam magam. Küldjetek szívecskét Falkónak. Ő a Falkó. Én vagyok a Falkó. Ő szokott, ő a csibész, őt kell mindig számon kérni mindennel kapcsolatban, kivéve amihez semmi köze. És akkor rögtön egy átvezetés is, ez igen? Dóra Szeringerné Kosik kérdez, hogy hol van Andris haja? Hoppácska! Ez egy arra, nagyon jó kis észrevétel volt. Csak el, Andris. Rájöttem arra, hogy valójában mindannyian valamennyien kopasz kukacok vagyunk. Megszólalt bennem egy belső hang, és úgy éreztem, hogy
hogy a kopasságomat a köz és a gyermekek javára kell fordítanom, és ezért láthatóvá tettem. Az, hogy a gyermekek javára, ez pontosan mit akar? Az, hogy az új klip, a kackac kopasz kukac klipje, az nem csak egy egyszerű, de és természetesen nagyszerű alma klip, hanem van egy jószolgálati szándékunk is vele. Olyan gyerekek, akik a kórházi kezelésük eredményeként vagy mellékhatásaként elvesztették a hajukat, ők is szerepelnek, és majd az ő javukra szeretnénk fordítani ennek a slágernek a ilyen-olyan eredményeit. Yeah. És hát ebben a klipben vesztem én el a hajamat a gyermekeknek, a gyermekek közreműködésének köszönhetően, és hát így én is egy kis kopasz-kopasz lettem. És ha már itt tartunk, és elmesélünk erről a klipről, meg erről a dalról, akkor engedtessék meg elmondanom nektek azok számára, akik esetleg még nem tudják, hangosabban kell beszélnem. Igen. Hogy DJ Dominiknak, Várkonyi Attilának is nagyon szépen köszönjük, hogy közreműködött ebben a dalban, ebben a klipben, mert hogy nagyon régre nyúlik vissza a ne röhögj, Pali. Most kinevet azért, mert véletlen múlikot mondtam. Most múlik pontosan? Engedem, hadd menjél. Na, ne vigyél már félre. Szóval régre nyúlik vissza a segítői szándékunk az Almával. Ugye a régebbi csapatban is rengeteget jótékonykodtunk meg. Én annak idején, amíg az Ágy Színházzal kezdtem a pályafutásomat, és ez talán még a Bohóc Doktorok meg a Piros Orr előtt is azt a szolgálatot követte, hogy elmentünk kórházakba, többnyire a Heimpálba vagy a Tűzoltó utcai gyermekklinikára, és ott kórteremről kórteremre járva zenéltünk, foglalkoztunk a gyerekekkel, én leginkább gitárral meg énekkel, és már nagyon-nagyon régóta terve volt véve a fejemben, volt egy olyan hangzóanyagnak az elkészítése, ahol hátrányos helyzetű gyerekekkel, vagy olyan gyerekekkel, akik tartósan vagy bármilyen okokból fogyatékkal élnek, vakok, halláskárosult gyerekek, mozgáskorlátozott gyerekek, kerekesszékhez kötött gyerekek. Tehát, hogy valahogy úgy kéne segíteni, és az lenne a jó, hogyha egyszerre tudnánk mindenkinek segíteni az egész helyzeten valahogy nagyban tudnánk segíteni. Mert az is nagy öröm természetesen, amikor egy-egy gyerekhez bemegyünk, meglátogatunk 5-10 gyereket, aki rászoruló, de a cél az volt, hogy ha lehet, akkor ne csak akkor gondoljunk a gyerekekre, amikor az adóknak az 1%-át fel kell ajánlani, és akkor ugye úton útfélen szemünk elé kerülnek kopasz gyerekek óriás plakátokon, hanem úgy általában mindig, tehát amikor csak lehet, gondoljunk rájuk, és ha lehet tenni értük valamit, akkor tegyük meg, de nyilván ez nem kötelez senkit semmire, nyilván egy anyuka vagy egy apuka. És akkor ez a klip, ez a dal, ez egy ilyen szomorkás hangulat? Nem, pont az a lényeg, hogy ennek igen, hogy ez egy nagyon vidám hangvételű klip, nincs benne kórházi helyszín, a kórházi támogatást ettől függetlenül megkaptuk meg dr. Garami Miklós főorvos úr, aki a Tűzoltó utcai gyermekklinikán dolgozik. Őt felhívtam annak idején, ugye a Várkonyi Attila, a DJ Dominik, őt is megkérdeztem ezekről a dolgokról, hogy ezt lehet-e, szabad-e, bele lehet-e vonni olyan gyerekeket, akik érintettek, és ők is alátámasztották azt a szándékot, és azt, hogy ez egy pozitív üzenet lesz. Nyilván igyekeztük úgy megcsinálni a dalt és a klippet, hogy ne a szomorúságról, ne a szánalomról, a vidámságról szóljon, ugye, ahogy Andris barátom megfogalmazta nagyon szépen, ne a stigmatizálás, vagy ne az legyen a középpontban. Úgyhogy szerintem egy cuki dal született, cuki klippel. Bocsáss meg! Amiből kiderül, hogy kopasznak lenni menő. Azt nem tudom, hogy menő-e, de minden esetre... Menő. Menő. Jó, várjál? Menő. Forgáskörbe a kamerát vagyis látom. Menő. Hát menő kopasznak lenni. Szedjük össze az érveket? Miért is? Mert a kopasság, ugye, ezt a anyukáktól tudom, nagyon cukik voltak annak idején, megírták a Facebook oldalunkon, hogy nem dugul el a lefolyó. Ugye, kértünk nem kell sampon. Nem kell fés. Hajolaj.
Nikolaj. Nikolaj. Na, srácok, én egy merénylettel készültem, azt direkt nem mondtam nektek. De én még nem is meséltem a fesztiválról. Várjál, más az Andris. Na várjál, várjál, ez is igaz. Őjnek is, belé is szorult még cucc, meg az Alexbe is. Hogy jöjjön az Alex, mert én már többször is szóltam. Már is egy emlékezetes fesztivál. Igen. Nekem volt egy nagyon emlékezetes, ami azért volt emlékezetes, mert kivételesen nem zenész voltam ott fellépni. Bár a francset ugye lehet, hogy volt egy fellépésem is, de a Vízzenel Virág Fesztiválon, ami ugye egy háromnapos, nagyon nagy méretű rendezvény sorozat, és most már vagy négy vagy öt színpadon, hát ugye az Alma is játszott. Ott. Sőt, amikor még arra is emlékszem, hogy én a Honvéd együttessel voltam ott egy fellépésen, és akkor találkoztam veletek először, úgyhogy a Tibit már ismertem persze, és akkor kezdtünk először beszélni arról, hogy a DVD-n azon játszom fel én a basszust. Az volt az első ilyen közös. Aha. Na mindegy, de nem arról a Vízzene Virágról beszélek, de nem arról az évről. Van nekem egy Felner Pipti nevű barátom, aki annak az egyik főszervezője, és ő kért meg egyszer egy évben, hogy legyek én az összes színpadnak a koordinátora, ami gyakorlatilag annyit jelentett, hogy a zenekarok fogadása, kifizetése, a minden, ami a színpadon történik, az alám tartozott, és gyakorlatilag három napig, reggel 7-től, mit tudom én, éjjel 2-ig folyamatosan rohangáltam a színpadok közt, és iszonyatosan fárasztó volt, de annyira élvezetes, nagyon jó volt. Nagyon izgalmas volt, rengeteg zenésszel találkoztam, de természetesen külföldiekkel, és olyan váratlan feladatokkal szembesültem. Például volt egy svájci steel drum zenekar. Azt se tudtam elképzelni, hogy steel mi lesz drum. Az az egész steel drum. Tudjátok, a steel drum az a hangszer, amit ilyen olajos hordóból készítenek, ilyen karibi feeling. Elkezdik kikalapálni a bizonyos részeit, és akkor addig kalapálják, amíg ezáltal behangolják különböző hangokra, és amelyik részét, azok ilyen egyenesek lesznek, úgy néz ki egy kicsit, mint mondjuk egy focilabda. Vagy igen, csak egy focilabdának a szeletei, tehát látod, hogy melyik terület, vagy mekkora terület vonatkozik egy hangra, és akkor azt püfölik ütővel, és akkor ilyen fémes, nagyon érdekes hangja van, nyilván 100%-ig nem tiszta, ezért a pici hamisság miatt még különlegesebb. Na, szóval jött egy svájci steel drum zenekar, egyszer csak ott voltak egy bazin nagy busszal 40-en, hogy ők most ott fognak fellépni, úgyhogy nem voltak benne a műsorba, de ők azt ledumálták, és utána még ebédet is fognak kapni. Na és akkor ezt így, tehát kellett nekik helyet szorítani, be kellett őket konferálni, lenyomták a koncertet, utána el kellett vinni 40 embert irdatlan steel drum mennyiséggel dobolni, úgyhogy egy hatalmas busszal utaztak, annak ott parkolóhely. Na mindegy, szóval egy nagyon összetett dolog volt, és nagyon váratlan feladatokkal látott el, és marha izgalmas volt, és hullafáradt lettem a végére, de nagyon jó. És azóta becsüljük a szervezők munkáját. Szia, Toci! Igen. Jó. Na, a merinelt, amivel készültem, mert hogy elkezdtünk írni egy új dalt, ez pedig a Mit miért, a Muti vloghoz. És én arra gondoltam, hogy elénekelhetnénk azt a kis részt, ami már elkezdtünk. De én ennek nem emlékszem a szövegére. Mit miért, és aki tudja azért. Mit miért, és persze hogyan. Mit szólnátok hozzá, ha csak azt a kis picik is a részt? Hogyha menő, hogyha tuti, megkuksiznám, gyere muti. Na mit szóltok hozzá, hogyha megpróbálnánk elének? Mit és persze, hogyan? Amit csinál, ez a te szólamod volt, nem? Nem, az a ti? Nem, az Andris vette át. Igen, hogyha? Mit, miért és persze, hogyan? Amit csinálsz, miért pont olyan? Hogyha menő, hogyha tuti, megkuksiznám, gyere muti. Nem, akkor én Dóról kezdek. Mit, miért és persze? Igen, tényleg, akkor te vagy a terc, Andris. Mit, miért és persze? Na, mert próbáljuk egy három. De várjál. De nem, mert figyelj, nekem enyém volt az alsó szólom, és az így készülnek a dalok. Azt tudni, hogy úgy volt, hogy do-do-do-do, la-la-la, ti-ti-ti, szó-szó-szó, la-la-la, fa-fa-fa-fa, szó-szó-szó, lá-szó-lá-ti. Ez a lá-szó-lá-ti, ez tuti, hogy így volt, és ezért következik belőle, hogy nekem le kellett menni odáig. Úgyhogy én Dóról kezdem. Tehát akkor egy sima dur hármassal kezdem. Nem tudom, miről beszél. És aminek a témája az a Quintről kezd.
Az volt az övé? Ez volt az enyém. Hát akkor viszont egy szext. Akkor egy dur szextről kell kezdeni. Akkor én vagy, én kezdek miről? Mi van, most te akkor olyan frankon, innen kezdem, hogy mit miért a lira? Innen kezdem? Igen. Nem, de lehet, hogy ezt most magasabban kezdted. Hát most magasabban kezdtük, várjál. Ez most mi? Várjál, mi a G? Mi ez G? Ez mélyebb, ez F. Nem, F. Akkor. És miben mibe csináltuk, amikor felvettük? Talán D-ben. Nem, én vezetek. Várjál. Mit miért és persze, hogyan, amit csinálsz, miért pont olyan? Nekem valami miatt ezen a torkomban. Hogy mit miért és persze, hogyan, amit csinálsz, miért pont olyan? Hogyha menő, hogyha tuti, rengős az nem. De ez az én, ez azt én tudom. De nekem... Így van, így van, igen. És akkor én meg mi? Így van. Na, ezt próbáljuk meg. Nem, te Quint, Quint. Andris, te Quintet. Quint, azt szeretem. Na, és. Mit, miért és persze, hogyan, amit csinálsz, miért pont olyan, hogyha menő, hogyha tuti, megkuksiznám, gyere muti, gyere muti. Lászó, láti, vagy te a végén. Még egyszer? Na jó, de nekem olyan magasra. Jó, van, akkor lélegeljük mélyebb. Oké, mert két, hát. És? Mit, miért és persze, hogyan, amit csinálsz, miért pont olyan, hogyha menő, hogyha tuti, megkuksiznám, gyere muti. Gyere muti. Lászó, láti. Mint a gyere muti, lászó, neked do, 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 ré, do, ti, lá, ti, 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 szó, 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 lá, 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 fá, 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 szó, 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 lá, szó, lá, ti. Az vagy te. Még egyszer? Folyamatosan veszítjük el a nézőket. Zseniális ötlet. Két, hát. És? Mit, miért és persze, hogyan, amit csinálsz, miért pont olyan, hogyha menő, hogyha tuti, megkuksiznám, gyere muti, gyere muti. Na mindegy, az lesz az. 80%-ban megvolt. Na, egyébként. Valaki lefikázott már minket? Igen, Szeligeri Dóri írja, hogy ez meg E-durban volt. Miért? Aztán ez most E-be az pedig, D-be akadt. Na, biztos van otthon zongorája. Ja, és már nézi? Dóra. 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 Helyes, te vagy a mi hangvillánk. Dóra, rére, mi? Dóra rátapintott a Dóra. Végre köszönjük valaki. Köszönjük szépen, helyes. Az E-Dóra. Na, mindegy. Szóval, igen, valahogy így virnyogtuk föl, de akkor gyakoroltuk sokat, meg mit tudom. Azt írja Dóri, hogy nem, csak hangvilla van a kezemben. Ja. Nézzenek oda a kis cuki karvezető. Akkor kérünk egy át. Kérünk üzenetben egy át. Nagyon-nagyon egyszerű, mert beírja, hogy 440 Hz, és akkor oké. Vagy az, hogy A. Vagy A. Igen, de ez lesz. Dóra. Szakember vagy Dóra? Szerintem zenetanár. Zenetanár. Szak kislány. Tuti fix. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy ez a dal megihlette az Alexet. Meg. És elkezdett rá egy témát írni, és akkor vettük föl a kackackopaszkukacot a stúdióban. Egyébként a Pannonia stúdióban dolgoztunk. Akkor az Alex a fúvosokkal már feltütültette, felfújatta, nagyon bölcsen előrelátóan az általa fejben tartott refrénnek a szólamait. Rezes kórus. Hogy ne kelljen őket még egyszer csak ezért behívni. Igen. Akkor már kihasználtuk, hogy ott voltak, ugyanis ebből a számból egy kőkemény szalza lesz. Hoppá. És abból elengedhetetlen a fúvós szekció. Igen, de az a jó ebben, hogy mi még nem hallottuk ezt, és az Alex se tudja, de már... Én nekem is csak a fejemben motoszkálnak a kis derezsek. Hát igen, ez a... És abból lesz a kompozíció. A rőzse. De rőzse. Nagyon jó lesz, majd meglátjátok. Kis rőzselángok, vagy hogy volt? Rőzsedalok. Füstösek, furcsák, húsak, bíborok. Amúgy is most ez a... Nem mondom, ez szomorú. Ez a kicsit mediterrán, latinos feeling kezd úgy bejönni.
Tényleg, Gábor, a zenekar életében. Igen, bocsánat. Te ezt a versidézetet mondjad, Andris, még egyszer légy szíves. Lelkemben égtek kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalom. Meghalom. Hát de hiszen nem is halsz meg. Ajjaj, a barátaim, ez most szia Márk, szia Olimpia, ajjaj. Mi? Ez fájni fog, semmi, barátok csatlakoztak. Gyerekek, ez egy gyerekzenekornak a érzése. Figyeltek! Csak nem az, akiről a tévé előtt, de jöjjöjjöjjöjj! Sziasztok, fiúk! Hello, rendesen! Fiúk csak finoman. Hírből ismerjük a csoportot. Hallottuk volna egy pár percet. Ajjaj! Ne! Ez egy élő adás, ne trollkodjatok! Nem, ők nem olyanok, várjál, hol van a kitiltó gomb, várjál! De nem, tündériek. Drága Márko. Ő az EGRI halálbrigád vezetője. Mondta már, igen. Oli, Geri, Poli, jajjajjajj. Na, kockacskupacból, bocsánat, közben Bacskai Gábor kér, hogy nyomjatok már egy Bogyó és Babócát. Abba én csak a végén szereplek, úgyhogy... Én légzongorázok, te meg én. Vagyunk annyira perverzek, hogy toljunk egy Bogyó és Babócát? Persze, még annál is. Minden kívánság, nagy szeretettel teljesítünk. Talán a múltkori bejelentkezésnél is volt valaki, pont, aki... Pont volt Bogyó. Ugye, Bogyó és Babóca volt. De akkor egy kicsit nehezebb feladatokat is kaptak. Igen. Ha? Bogyó és Babóca, lakhelyük Tapolca, minden csak előre, erdőre, mezőre. Most jön a Bartos Erika által írt verszak. Bogyó és Babóca, a kisüt a napocska, szaladnak nevetve, nem keretbe, nevetve, dombokra, hegyekre. Ezt az Erika írta, képzétek el. Mert ez még eredetileg nem volt benne a szövegben, de ő is beleírt, és köszönjük szépen neki, ez az ő verszaka. És azt kiírta bele, hogy Bogyó és Babóca, a neje egy pióca. Vagy Kabóca. Kabóca. G-dur, B-dur. Ó, Peti, dicsértessék. Szevasz. Szia-szia. Tibi atya? Ja nem, Peti. Nem, Peti. Peti Váradi atya. Peti, ő egy lelkész barátom, és üdvözlöm, és ölelem. Fia. Szervusz Péter. Szia Péter. Szervusz Péter. Erről. Szia. Na, úgyhogy Bogyó és Babócából remélem ennyi elég volt. Szerintem is. Nagyon meggyőző volt. Nem, szeretjük a Bogyó és Babócát, szóval nincsen gond. Csak... Nem annyira. Nem. Majd kivágjuk. Elmondanám nektek, hogy a Bogyó és Babóca, ugye mindenki úgy tudja, vagy az van így a köztudatban, hogy hát ma van a szülinapom a legnagyobb slágere az Alma együttesnek, és én is mindig sokáig azt gondoltam, hogy az volt a legnézettebb, de nem. A Highway to Hell? Igen, a Highway to Hell. Mert a Bogyó és Babóca az valami száz, nem tudom én hány millió fölött van a nézettsége. Természetesen úgy, hogy a rajzfilmet nézik a gyerekek, nem a főcímdalra kíváncsiak, de ott van a főcímdal is. Gábor írja közben, bocsánat, hogy király volt, köszi, a gyerekek egyből elhallgattak. Szerencsétlenek. Jaj, mi voltunk a füldugó. Mi kérünk elnézést, igen. Jó, oké. Okay. Azt mondja, hogy Melinda Zelenák pedig megyünk mindjárt, gyertek. Szerintem akkor ő már Nyáregyházán. Na, nagyon nagy szerint. Figyeltek már, szóljatok. Török Eszti megjött. Le kell kanyarodni, vagy valami. 30, várjál, jó, oké. Nyáregyháza, Nyíregyháza, ne keverjük össze. Annak idén a... 1,80-ban megyünk a jobbra. Jó, majd nem, akkor le kell kanyarodni egyszer csak. Szia, Taklerné, Húsvétová Éva. Szia, hello neked hello, is. Szia. Hello, szia. Na, hogyha valaki szeretne dalt, akkor ne tartsa vissza magát. De azért vissza is tartatja. Ne, nyugodtan tartsátok vissza. Inkább dobjatok föl valami témát, valami jó témát. Igen, ami izgalmas. Szeretnétek tudni róla. Kivéve a drága barátaim. De a vlogról még beszélhetünk, mert tervezünk jó pufa témákat. Nem akarunk beszélni tényleg a vlogról. Igen, de beszéljünk róla. No, akkor egy picit most beszélek róla. Talán már, szia Eszti, talán már láttátok egy páran, hogy indítottunk egy vlogot. Az első részben Andris megmutatta, hogy lehet úgy kovászos uborkát készíteni, hogy ahhoz nem használunk kenyeret. Ez az uborkát? Vagy uborkát. Az azért volt nagyon jó, hogy kenyér nélküli, mert hogy akik milyen allergiások? Gluténérzékeny allergiások. ők, nekik... Illetve utálják a lottyat,
Na, ezt ne fejezd. Ja, jó. A lottyot, kovászos uborkát, akik nem szeretnék, mert hogy a krumplival csinálod, akkor ropogós. Ez kész. Elnézést kérünk, ez az a baj, hogy ez nagyon nehéz ezt vágni, tudjátok? Ne haragudjatok. És gondoljátok bele, én egy ilyen csapattal megyek és járom. No, a második itt részben... Igen. A második részben, figyelj csak, itt tartom kezd a GPS neked. A második részben pedig ebből a kovászos uborkából készítünk kovászos uborka krémlevest. Ezt a YouTube-on megtaláljátok, hogy hogy kell csinálni, hogy fölmentek az almágyütesnek a Úristen, mekkora kamion! Fölmentek az alma vlogra, hogy meg tudjátok nézni. És akkor a harmadik részben pedig Gábor alternatív altatási módszerét láthattátok. Professzionális gyermekaltatás, igen. Bocsánat. Ebben részt vett poroltó, altató, volt benne. Minden, ami óra végződik. Szivató, igen. Nem, mert hát figyeljek. Kilátó. Mert hogy ez egy probléma, de én már rájöttem, hogy tululajdonképpen a gyerekaltatás az egy, nincs kimélet! Ez egy sziszi-fuszi munka, aludjál. Kész, nem igen. Kell. A legfontosabb dolog... Ráadásul minden nap újra kell kezdeni. Egy, kettő. Nem elég, hogy sziszifusz, újra kell kezdeni. Nem. Ami nagyon fontos, hogy a gyerek legyen sokkal fáradtabb. Nyomom. Anyuka, nálad sokkal fáradtabb kell, hogy legyen a gyerek, mert ha belekezdesz, és te alszol el hamarabb, az nagyon cikő, hogy a gyerekkel, hogy anya, no, apa. Bocsánat, és a negyedik rész is már, ez pedig Zebegényben fogjuk leforgatni. Ja, ez jó. Itt lesz, ez nagyon kemény lesz, itt a Gábor megmutatja. Túlélési technikákat. Pont, de ez most nem vicc. Ez, tehát van ami vicc, na ez nem az. Ez nem. Ugye, jó, hogy mondja Besenyő Pista? Igen. Nem, mert túlélni. A Gábor megmutatja, hogy az olyan vadon van, mint például a Zebegény. Úristen, de vadon. Egy zebegényi nyaraló kertje. Ott hogy lehet túlélni azt az őrületet, hogy a frizsiderig 10 métert el kell menni? Jó, azért lesz szó arról, hogy kell inni, ugye? Tehát víz az kell. Igen, hidratálni kell, bár amiket mi iszunk, abban túl sok víz nincsen, de hát az is, hát végül is folyik, de, igen. De alapvetően minden víz. Mondjuk csak az is igaz. Belőle az alkoholt, meg egy dolgot. De és akkor nem no. A másik, hogy tüzet kell csiholni minden körülmények között. Ugye a tűz, azt tudjuk, az ősember óta... Várják közben, szerintem ez a Bibi. Egy kisebb szakaszt hagyjunk. Én veszek egy... Kezdetben, amikor a föld egy tüzes golyog. Figyelj csak, a feles, szerintem ez a párod lesz, Gabikám. Ne csináld. De azt írja, hogy múltkor te is elaludtál mesélolvasás közben. Haha, ugye drágám? Ez alig, hanem neked jött, Gábor. Igen. Nekem egyébként az altatással kapcsolatban a legszebb történetem az volt, amikor a kisfiam felháborodottan kiment az édesanyjához bemúszerolni engem, hogy már megint elaludtam. És ezt így nem lehet csinálni. Igen, egyébként... Úgyhogy gyorsan fölébresztettek, aminek én nagyon nem örültek. De ez nem szokott gyakran előfordulni, hogy én alszom el hamarabb, mint a lányom. De valóban minden este olvasok neki. És vagy legalábbis igyekszem. Melyik mesét olvastad? Hát most legutoljára a balerina barátnőm valamilyen, nem is tudom, milyen furcsa oknál fogva, bár én próbálkoztam a pompom meséivel, de... Mi most a izét a Harry Pottert olvassuk Harry Potter. Nekem. Ha, egészen kiváló. Én is a Miskának elkezdtem. Én a háború és békét akartam elkezdeni a lányomnak, de már nem érdekel. Szerintem inkább a holt lelkeket próbáltam. Rosszul jár az a bocsánat. Holt költők társaság. Én is írtam egy mesét arra az esetre, hogyha azt akarjátok, hogy ne aludjon el a gyerek. Ja, egyébként elmondanám, hogy ezt a mesét, amit az Alex írt, ezt felolvastam a lányomnak, na nem aludtam el. Várj, ez a Bunyász király? A Bunyász király, igen, meg a... Milyen Pupa falva, avagy Bunyász király karosszékre. És akár hiszitek, akár nem, az Alex ebből tud idézni, és én kérem tisztelettel, Alex, légy szíves, az első néhány verszakot, vagy valamennyit idéz belőle. Hallgassátok meg. Hatalmas nagy sürgésforgás ébresztette Pupa falvát. Az utcán két pupa gyerek rángatta egy cica farkát. Egy kis pupa, mintha nyúznák, jaj, de fáj, ezt ordította, mert egy másik véletlenül egy sünivel nyakon dobta. Sütivel? Azzal engem dobta. A többiek rohangáltak, ijesztgették egymást maszkkal, miközben a falutéren állt már a terített asztal. Pupa mama megfőzte a sok-sok pupa finomságot, pupa papa tüzet rakott, s közben egérnózit rágott. Volt ott minden, hagymás csiga, csalánleves,
és még talán rántott makifarok is volt. Ja, meg ez most nem így is volt, mert meg csoki volt öltött csalán szóismétlés volt. Nem, akkor nem csalánleves. Ezt kicsit összekevertem. Nem baj. Viszont... Tudjátok-e, kik a pupák? Ha már így mesélek róluk. Ha a kis pupák ugrálnak, mit mondanak? Hopp vagy hóruk? Mi a kedvenc eledelük? Egérnózi? Bagoly cici? És a fülük hosszú, hegyes, hatalmas, nagy vagy épp pici? Elmondom hát, kik a pupák. Lilafejű büdiszörnyek, kicsit csúnyák, néha kancsik, egyik sántit, másik görnyet. Egy valamiben egyeznek, mindegyiknek jó a kedve, kivéve azt, akit tegnap szétnyomott egy jeges medve. Csodálatos! És gondoljatok bele, én ilyeneket olvastam a lányomnak este. Szegény. Igen, meg hasonló. Alex, nem látja, de küldik a szíveket. Köszönöm szépen. Az volt a baj, hogy a gyerek felébredt, tehát hogy annyira röhögött, olyan röhögő görcsöt kapott, főleg az mi volt a trotyizott, vagy mit vittál valami? Az szerintem a sámán pupa volt. Na mindegy, a sámán pupánál a trotyizás. Hát a lányom, az bekakált, ő is trotyizott majdnem a röhögéstől. Úgyhogy ott nevettünk percekig, nem tudtam folytatni a mesét. Úgyhogy ez egy jó mese, úgyhogy úgy döntöttük, hogy valamikor megcsináljuk. Valahogy színre visszük, megzenésítjük, akármit csinálunk. De lehet, hogy csak részenként a vlogba elmondja az Alex, és bekapcsolják, és kész van. Tök jó. Úgyhogy, közben szent. Érkezett Bacskai Gábortól egy olyan kérdés, hogy mi is pontosan az az anyuci kompatibilis? Anyuci kompatibilis az mire? Azt te szoktad mondani. Koncepken ezt szoktam, hogy ki az, aki anyuci kompatibilis, majd kaján videóról magadra szoktál mutatni. Itt mire gondolsz pontosan, kérlek szépen? Anyuci, ezt mikor mondom én? Ez tényleg, ezt már többször is mondtad. Ezt, de nem tudom, hogy... Mindig koncerten. Kérdezel, hogy ki az, aki... Ki bilis, ki az, aki... Igen. Ki az, aki szombatiszta... Radioaktív. Ja, igen, hogy igen, és igen, ki az, aki bilis. És akkor senki nem ragja, és ki az, aki anyuci kompatibilis. A bilisre, semmi rímel a bilisre, az anyuci kompatibilis. Semmi. Nem kell mindent komolyan venni, meg minden mögött. Nincs benne semmiféle. Semmi mögöttes. Ezért anyuci kompatibilis az a gyerek, aki az édesanyja nélkül nem tud élni. Kész. Jaj, de kifaroltál. Vagy akik összepasszolnak jó, mindig akkor ez is. Jó, legyen. Tehát. Anyuce kompatibilis, a bilisre rímelő. Érkezett egy kérdés, bocsánat, hogy hova megyünk? Hova? Nyáregyházára. Oda megyünk, arra. Galasszíni grupot követjük. A Nyáregyházi fesztiválra megyünk föllépni 4 órától, úgyhogy ha a környékben kell laktok, akkor odaértek, mert hogy igen, most van Nyáregyházán lesz egy fesztivál, és zúzunk. És láttuk a programot, és a Balázs Klári és Korda Gyuri is. Meg a Nagy Feró is jön. Azt még egyszer elmondanánk, hogy a Zuglói Gasztró Fesztiválon, ahol már felléptünk, tehát ahonnan jövünk, ott este Charlie koncert. Menjetek. Ja, segítsetek, ugyan. A Bethesda gyermekkórházban. De előtte még gyertek Nyáregyházára. Okay. És utána menjetek Charlie koncertre. Ja. Melyik a kedvenc Charlie dalod, Gabikám? Én nagyon szeretem Charlie-t, úristen. Altas elhűs Dunai szél. Megint aludni akartok. Mindig az az aludás. Hát miért? Hát az előző témában az tökéletes. Igen. Álmodj hintát, homokozó, álmodj rétet, kis patakot, aludj el, kis ember, aludj el. Igen, hát nem, azért Charlie ezt jobban csinál. Na, a lényeg, hogy Charlie-tól a kedvenc szám. A skandináv éjszakák, azt kamázom. Az jó. Ugye? Az egész album hibázban egyébként. Hát az egész kiváló. Tehát ez nagyon-nagyon szerepte. De én nem láttam. Az meg a ízét ad, még a Rózsa Records féle. Én a Charlie-tól még a Porsche szerelem száguldást is szeretném. Jaj, én azt nem bírom. Miért nem bírod? Nem tudom, miért nem szeretem azt. Miért? Mindegy, hát. És képzeljétek el... Nem PSP, hanem SPS. Ja. Hogy én... Száguldás, PSP az más, az a PS. Igen. 3 évig játszottam Skandináviában, abban a zenekarban, ami a Pannonia Express nevű zenekar utódzenekara volt, és a Charlie évtizedekig tolta velük a világ minden táján, többek közt ott Skandináviában is, csak hát természetesen az még jóval korábban volt, akkor én még kicsi voltam, és amikor belekerültem,
ebbe a zenekarba, akkor már csak az eredeti felállásból a gitáros Kacári Karcsi volt benne, ő volt az én zenekarvezetőm, nagyon szerettem vele dolgozni, de nagyon sokáig ő együtt volt a Charlie-val a világ minden pontján, csak aztán amikor itthon befutott, mármint a Charlie, akkor nem tudott már többet külföldre járni, és akkor az a részéről véget ért, de a zenekar az tovább is folytatta. Na urai, megérkeztünk Nyáregyházára, meg... Na, Girusz Kati, volt. László Vienti, mi... Várjál, de Alex valamit el akart mondani. Nem, már befejezni. Ez volt a vége? Igen, igen. Itt a vége. Jó, megérkeztünk Nyáregyházára. Girusz Kati üzenet, nem sokára Szombathely, alig várjuk, főleg én. Köszönjük szépen, találkozunk. Vivien azt kéri, hogy Timi, hogy Neotont énekeljetek. Bacskai Gabi pedig a Mindenki Valaki című nótát szereti. Az tényleg egy jó nóta. Na, gyorsan egy Neoton, gyorsan. Én a Csepregi Évától szeretem a Neoton. Na, gyorsan egy Neoton toljatok. Valakat. Gyerekek. Azt szeretem, amikor ő énekli. Melyik legyen? Melyik Neoton szám legyen? Igen. Várjál, bocs. A vezérhajó út. Pajna Melinda azt jössze. Nincs már idő, én csak kérés visszatart. Vigyél el minket, és ne tévesztjük el az irány. A szél kedvező, a horgonyt húzzátok fel. Hosszú az út, most már indulni kell, most már. Tenger felő, megtaláljuk Indiát. De ha se baj, hogyha felfedezzük Amerikát. Santa, Mária, Santa, Mária. Hogy hívták a többi? Van a Pinta. Merre kell menni, merre kell menni? Rövésen is, álljunk félre valahol, aztán megkérdezzük a népeket. A Pinta. Várjál, ott szerintem azok ilyen rendőrök lesznek, a rendőrök, ami barátaink. A drágáim, elbúcsúzunk. Megint sokan állnak. Elbúcsúzunk, köszönjük szépen, aki velünk tartott. Jövünk fellépni. Ja, sziasztok. Sziasztok, sziasztok. Sziasztok. Busza, ciao. Hello.